Pénteken még szabadon használhatták az autósok a Szekszárdi Mérei utcát, hamarosan viszont itt és a város több közeli részén forgalmi rendváltozások lépnek hatályba. Közel 180 millió forintból ugyanis elkezdik a vízvezetékek cseréjét a Mérei, a Babics, az Előhegy és az Akácfa utcákban. A munkaterület átadására március 26-án került sor. A cél az, hogy az érintett utcákban egyszerre csak egy helyen dolgozzanak a szakemberek, így elkerülhető lesz, hogy egy időben a város több pontján is útlezárások legyenek. Rengeteg volt a meghibásodás, és ezekben az utcákban nagyon-nagyon vegyesen acélcső, vascső, azbesztcement és műanyag van. Ezeknek a felújítására mindenképpen szükség van és elkerülhetetlen. Lényeg a dolognak, hogy így a lakosságot jó minőségű, biztonságos vízzel, ivóvízzel tudjuk ellátni. A buszok közlekedése is megváltozik ez alatt a nagyjából 90 nap alatt, amíg a felújítás folyik majd. Ezzel kapcsolatban még nincs meg a végleges terv. A mostani elképzelés szerint itt az Újfalusi utcában alakítanak ki egy ideiglenes buszmegállót. Szekszárd alpolgármestere viszont azt mondja, ők azt szeretnék elérni, hogy a buszok a Kőrösi Csoma Sándor utcán keresztül menjenek fel a Bottyánhegyre, így a városnak azon a részén lakóknak nem kell sokat gyalogolniuk a megállókhoz. Én nekem az az álláspontom, hogy a legnagyobb körültekintés mellett is a buszoknak be kellene menni a Kőrösi Csoma Sándor utcába, és mindenki előtt ismeretes a régi olajkút, vagy a volt olajkút, ez van így a köztudatban, ott lenne egy forduló, és onnan tudnának a buszok menni a Zöldkert utcába, föl a Bottyánhegyi buszfordulóba. A tömegközlekedés ideiglenes átalakításának tehát még nincs mindenki által elfogadott megoldása. Szekszárd alpolgármestere azt mondja, mindent elkövetnek annak érdekében, hogy a környéken élőket a lehető legkisebb kényelmetlenség éri a felújítás alatt.